Tisztelt elnök asszony, tisztelt hallgatóság! Néhány példát szeretnék bemutatni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet használni. Hogyan lehet használni néhány spektroszkópiai módszert, molekulás spektroszkópiai módszert arra vonatkozóan, hogy hogyan módosul a nanocsőnek a szerkezete, részben maga a struktúra, részben pedig a felületi sajátságai. És ezt most nem kapcsolom. Azt nyomom. Nem erő? Nem tudom. Te van kapcsolva. Ezt nyomom? Ezt, jó, oké. Az első dián össze van foglalva néhány ismeret a nanocsővel kapcsolatosan. Ugye mi is a nanocső egy karbon módosulatnak tekinthetjük, ha a tágabb értelemben vett karbon módosulatokat veszük, ugye 8 féle tágabb értelemben vett karbon módosulatról szokás beszélni a karbonkémiában. Hogyha egyszerűen akarjuk megfogni, akkor azt mondjuk, hogy a szabályos szerkezetű nanocsövek esetében egy feltekert grafénlapról van szó az egyfalú nanocső esetében, hogyha többfalú nanocsőről van szó, akkor egy olyan feltekerést képzeljünk el, ahol a több grafénlapból áll maga az a kiindulási szerkezet. Ezen túlmenően hát lehetnek olyan képződmények, amikor lefűződések jönnek létre. Itt lehet látni, ez volt az első, ez a második, és ez a lefűződéseket tartalmaz úgynevezett bambusz szerkezetű nanocső struktúra, amely egy kicsit hát hibridizációja, vagy a fullerén típusú struktúra megjelenése a grafitcső képződés során. Miért foglalkozunk ezekkel a nanocsövekkel? Hát nyilván valamilyen felhasználhatóság motiválja a kutatást. Elsősorban bennünket a katalizátor-katalizátor hordozó fejlesztés az, amely motivál, tehát ez az egyik, ami miatt foglalkoznak a világon ezzel. Aztán ugye nagyon sokan foglalkoznak azért, mert karbon-karbon, illetve karbon-nem-karbon kompozitok részeként lehet felhasználni ezeket a nanocsöveket. Ugye itt látható a Tíma úr, aki 1991-ben fedezte fel tulajdonképpen ezt a csövet, és itt látható egy falu és egy ilyen fűződéseket tartalmazó bambuszerkezetű nanocsőnek az elektromikroszkópos képe. Hogyan állítják, vagy állítjuk elő ezeket a nanocsöveket? Aki atomspektroszkópiában régóta foglalkozik grafit csőtechnikákkal, elektrotermikus atomizálással, azok számára ismert a pirografit bevonatoknak a képzése. Egy kicsit hasonló a dolog, a lényege tulajdonképpen egy kemence, amelyben megfelelő prekurzor termikus bontása valósul meg, és ha megfelelő katalizátort alkalmazunk, akkor nem korom képződik, illetve a korom mellett nanocsövek jönnek létre. Ha nitrogén tartalmú aminok kerülnek betáplálásra és gázfázisba bontásra, akkor nitrogén tartalmú nanocsöveket, illetve ilyen bambusz szerkezeti lefűződéseket tartalmazó nanocsöveket lehet létrehozni. Hát itt látják a szintézis körülményeket. A katalizátor az vasmangán típusú katalizátor általában, amit használni szoktunk. A katalitikus hatása a szén szerkezeteknek a defektek, a tökéletlenség, a szerkezeti tökéletlenség mértékétől függ. Ugye a
két úton lehet közelíteni ilyen katalizátor készítést. Az egyik út, hogy a klasszikus aktív szén gyártás, ugye kell hozzá egy nagy felület, és kellenek ezek a hiba helyek, hogy katalitikus hatás jöjjön létre. Ugye az egyik legismertebb olyan technológia, ahol a szén a katalizátor, ez a foszgén gyártás. Ugye az a furcsa sajátság adódik az aktív szén oldalról történő ilyen katalizátor gyártással, hogy ugye, ahogy az aktív szén létrejön, ugye egy karbonizátumot kezdünk aktiválni, hogy egyre nagyobb felületet érjünk el, ugye mely helyek azok, amelyek aktívak lesznek, vagy kiégnek tulajdonképpen az aktiválás során a legaktívabb helyek. Tehát tudunk csinálni nagy felületet, egy csomó katalitikus helyet elvesztünk, a nanocső oldalról, vagy az atomi szintézis oldaláról közelítve tulajdonképpen ezt a problémát orvosolni lehet, tehát így van remény, hogy megmaradnak a nagy aktivitású helyek. Hogyan lehet ezt a szerkezeti tökéletlenséget valamilyen módon látni? Ugye az egyik a Raman spektroszkópia. A Raman spektroszkópiában itt van ez a csúcs, amely a grafithoz tartozik, a grafitos szerkezethez, és itt ez a másik csúcs, amely a csúcsnak az a fajta megjelenése, amely már valamilyen defektes struktúra részeként jelenik majd meg, és hogyha ezt a két csúcs viszonyát vizsgálja valaki, akkor információt kaphat arra, hogy milyen mértékű a szerkezeti hibáknak a mennyisége. Sajnos, mint fogják majd látni, hogy ez a két intenzitás viszony, ez nagyon sok mindenre reagál, és hát igazából nagyon le kell a kísérleti változókat egyszerűsíteni ahhoz, hogyha valamire egyetemi információt szeretnénk kapni. Itt, amit elsőként mutatni szeretnénk, az, hogy ha a nitrogén beépül a grafitos szerkezetbe különböző módokon, akkor ezt tetten lehet-e érni. Ugye, ha nagy ID-IG arány van, akkor nagy számú a hibahely, a hibahelyek száma meghatározza a katalitikus hatást, a funkcionalizálhatóságát, a katalitikus ellenhordozó kapcsolatát, és így tovább. Tehát ez egy fontos paraméter lesz, illetve egy fontos mérőszám abból a szempontból, hogy az, amit csináltunk, az mennyire alkalmas arra a célra, amit szerettünk volna. Itt különböző aminok, illetve a hőmérséklet változtatásával lettek létrehozva nanocsövek, illetve ilyen bambuszszerkezetű struktúrák, amelyeknél hát egyrészt a hőmérséklet függvényében változott a mérete az anyagnak, illetve a hőmérséklet függvényében változott a beépült nitrogénnek a mennyisége, és hogyha ezt a Raman technikát használják, akkor lehet látni, hogy van korreláció a beépült nitrogének és a két Raman csúcs intenzitása között, tehát lehet használni ennek a mértékének, tehát a ilyen beépült nitrogén mértékének a jelzésére. Ugye, hogy milyen a nitrogén, amely az ott esetben beépül, hova épül be nitrogén a szerkezetbe, vagy máshol található, az konkrétan meg lehet röntgenfotoelektron spektroszkópiával vizsgálni. Itt ez az oszlopsor mutatja, hogy milyen fajta nitrogén formák fordulnak elő a rendszerben. Itt természetesen ezek a vizsgálatok nem csak a tiszta, hanem utána egy oxidációnak alávetett salétromsavat is tartalmazó, salétromsav kénysav rendszerben oxidált nanocsövek vizsgálatára is vonatkozott, és ugye azokra vonatkoznak ezek a XPS felvételek, amelyek mutatják, hogy hát többféle nitrogén forma létezik. Ugye kezdve ott, hogy ha egy nanocső valahol lefűződik, és ilyen bambusz ízek lefűződnek, akkor bezárja a nitrogént a csőbe, és hát molekuláris nitrogéntől kezdve különböző
nitrogén formák különböző helyzetekben, illetve adott esetben nitrocsoportok is létezhetnek a szerkezetben. Hát ezeknek a mennyiségét ezeknek a spektrumoknak az alapján meg lehet határozni. Hát kérdés volt, hogy az oxigénnel tudunk-e, vagy lehet-e valamit kezdeni, mint látják, itt a szén-szén kötés, a szén lett vizsgálva, ezen keresztül nem túl sok információt lehetett kapni. Ha veszünk egy lomacsövet és elkezdjük oxidálni, ugye felületi funkciós csoportokat próbálunk rajta kialakítani, akkor szintén változni fog ennek a két csúcsnak a viszonya, és itt tulajdonképpen a felületi funkcionalizálás mértékét lehet a segítségével jelezni. Ugye itt különböző oxidálószerek voltak, peroxid, perklósav és így tovább, és itt ez a nitrálósav tulajdonképpen, de itt egy oxidáció, döntően oxidáció ment végbe. És hát azon túl, hogy ez a kiindulási anyag felületében módosítva lett, mint látják, az oxidáció eredményeképpen lényegesen módosult abban a struktúrában, ami abban a kolloidális struktúrában, amit mondhatom, volt kiindulási állapotként. Ugye ezeknél a nanocsöveknél, hát ami probléma, ugye, hogy nem lehet tisztán őket a szintézésnél előállítani, hát itt lehet látni, hogy a nanocső mellett amorf szén van, tehát valamennyi mennyiségű borom mindig van a rendszerben, és hát emiatt ugye nehéz tiszta képet kapni a dolgokról. Most, hogyha tudni akarjuk, hogy milyen felületi funkciós csoportok jöttek létre a oxidáció eredményeképpen, akkor lehet infraspektrumokat fölvenni. Ezt kálium-bromidos transzmissziós módszerrel lettek felvéve a csúcsok. Hát itt egyetlen dolgot mondanék, ami itt látszik, ez az a eset, amikor a nitrálósabb volt. Hát, hát itt is fel lehet állítani tulajdonképpen egy sorrendet, és a legerősebb OH csoport növekedést, vagy nem nagyon mértékű növekedést a nitrálósabb esetében lehetett tapasztalni. Hát lehet rangsorolni ilyen módon, hogy milyen felületi változások mennek végbe. És azokat, amit a Ramon így globálisan vagy összegzően hozott, azt itt most már ezzel a módszerrel valamelyest specifikálni lehet. Tulajdonképpen ezt a specifikációt tette lehetővé az XPS is valamelyest. Ugye a Ramon egy összegző képet adott. És végső ábraként mutatom be, hogy és milyen megnyilvánulások lesznek a nanocső viselkedésében. Még nem jutottunk el a katalizátor kialakításáig, tehát akár egy aktív fémnek a megkötéséig. Itt csak azt néztük, hogy vizes közegben ezek a nanocsövek hogyan viselkednek. Ugye az a nanocső, amely kevés funkciós csoportot tartalmaz, az nem képes stabil szuszpenziót, minél több a funkciós csoport, annál inkább megnövekszik az éta potenciál, egy stabil rendszert, stabil szuszpenziót lehet belőle létrehozni, és hát ez egyik fajta a nedvesíthetőség lényegesen változik a funkciós csoportok számával. Tulajdonképpen ennyi az, amit szerettem volna bemutatni, és köszönöm a tisztelő figyelmet. Köszönjük szépen a kérdést. Erzsi? Aki valaha is dolgozott szénnanocsövek rezgési spektroszkópiai vizsgálatával, az nagyon jól tudja, hogy ez méréstechnikailag is egy rendkívül nehéz dolog. Tekintettel arra, hogy ugye a Raman jel az rendkívül torzul a fluoreszcenciás jelenség miatt, és tulajdonképpen ahogyan többlet funkciós csoportokat viszünk a felületre, a szimmetria az romlik, és ebből adódóan a Raman szórás is csökken.
Tehát a Raman felvételek, hát ehhez a tényhöz viszonyítva nekem nagyon szépeknek tűntek. És azt is be kell játszani, ugye, hogy ha a neodímium aglézerrel dolgozok, akkor megúszom a fluoreszenciát, vagy viszonylag megúszom a fluoreszenciát, a jel az viszont kisebb. És ugye minél inkább megyek az erősebb lézerek felé, a dolog megfordul. Na most az infravörös spektroszkópia tekintetében más a probléma, és én ahogyan láttam, hogy azokat a sávokat, amiket ti felbontottatok, hát azok rendkívül zajosak voltak, tehát szerintem ott igen-igen csak vadásztátok a jelet, a szén-oxigén, illetve annak a származékai funkciócsoportokat illetően. Itt az a legnagyobb probléma, ugye, hogyha sok hibahely van, tehát sok funkcionalizálás van a felületen, akkor ugye a jel is nagyobb. Viszont, hogyha kisebb, akkor, tehát kevesebb a hibahelyeknek a száma, akkor viszont nyilvánvaló, hogy ezekre vonatkozóan a jel is kisebb. A kérdésem viszont az, és én ezt azért kérdezem, mert rossz tapasztalataim voltak, hogy ha kálium-bromid pasztillát készítünk ezekből a mintákból, ott az a 2 tonna nyomás, az azért befolyásolhatja magát az eredeti állapotot. Tehát én próbáltam ilyen méréseket felvenni, és nem voltam nagyon megelégedve a transzmissziós mérésekkel pont ezért. A reflexiós mérések, amik célra vezettek, illetve hát emissziós lett volna még hát kívánatos, én azt a jelen való infrastruktúrális körülmények között nem tudtam megcsinálni. Tehát a kérdés lényege, hogy megbízhatóak a transzmissziós spektrumok káliumbromid pasztillában szerintetek, vagy ez egy első nekibuzdulás volt infraspektrumokat készíteni? Inkább azt mondom, hogy első neki buzulás volt. Talán a Laci többet tudná erről mondani, hát én abban a helyzetben vagyok, hogy a részletekbe most nem tudok belemenni. Úgy, nem, nincs nagy tapasztalatunk infrában. Úgyhogy valószínű, hogy mélyebbre kell majd ásni ezen a területen, és hát azokat a hatásokat, amelyek befolyásolják az intenzitás értéket, azt meg kell nézni, azon túl, hogy a funkciós csoport szám az hogyan változik, vagy növekszik-e, vagy csökkent. Tehát, hogyha ezt hozzá akarjuk rendelni. Az irodalomban is rendkívül rossz minőségű és elnagyolt infraspektrumokat közölnek funkcionalizált szénalomcsövekről. Tehát ez egy nagyon nehéz mérés. Hát igen, mert a funkcionalizálás ez nem nagy mértékű ám, szóval ugye akármennyire erőlködik az ember. Elviszi angolfal magát. Igen, darabolja a fene, a nanocsöveket, sok mindent csinál meg. Hát ugye mit tudunk elérni funkciós csoportban? Szerencsés esetben néhány millimol per gram mennyiséget, és ugye ezt az egész rendszerre vetítve, amivel hát a nanocső mennyisége az csak egy részképviselő. János? Egy nagyon bővült kérdésem van. Tehát egyrészt tisztításban csinálnak ilyet, hogy diamant elektród, mert ugye a diamant az inertés és soros közlekedés bírja. Hát ott ugye SP2 szenet kell csinálni, és ezt boldogpolással csinálják meg. Tehát a nitrogén kívül esetleg szóba jött-e más dopóvágás? Hát egyelőre nem. Itt ugye ez nem szándékos volt a doppalás. Ugye arra ment ki a játék, hogy az elő, a Vanyadek Lászlónak az előéletében, ugye ez a bambusz szerkezetű nanocső készítés szerepelt, abban a stádiumában ő még nem gondolt arra, hogy tulajdonképpen ezzel nem csak bambusz szerkezetű nanocsövet, hanem egy nitrogénnel doppolt struktúrát, karbonstruktúrát is létrehozott, és ez a későbbi fejlemény. Tehát ez abból ered alapvetően, hogy aminok kerülnek
pirolizálásra, és tehát az aminokból származó gyökök olyanok, hogy ilyen struktúrát hoznak létre. Tehát ez egy ebből a szempontból is érdekes dolog, mert ugye folyik a világon elsősorban az aktív széngyártásnál a CO2 megkötés szempontjából olyan aktív széngyártás, amely különböző heteroatomok beépítését célozza. Gondoljon mindenki a kénre, hogy a legegyszerűbb, hogyha igant akarok megkötni, akkor ugye a kén tartalmú funkcionalizálás az egy talán jobban ismert, a nitrogén tartalmú funkcionalizálás kevésbé ismert a haszna az aktív széneknél. Hát lehet, de itt azt mondom, hogy a gyártás hozta ezt a, tehát nem volt szándékos a nitrogén dobolás. Nekem igazából csak egy ötletem lenne, nem tudom, hogy gondolkodtok-e rajta, vagy próbálhatunk tegyitek-e esetleg a Sanes spektroszkópiát használni arra, hogy a funkcionalizációban sikerüljön. Nyilván erre van hozzáférhető. Hát lehetne sok minden technikát alapba vetni, hogy a funkciós csoportokat lássuk. Ez volt az első ilyen kiputás. Tehát amit itt a környezetünkben felleltünk, vagy hozzá tudtunk férni, akkor ezek ki lettek próbálva, és hát Sanes nem nagyon. Az nem is ennyire a funkciós csoportokra, hanem inkább ugye a szén környezetét. Igen. Lehetne összehasonlítani. Igen. Az első lépés lenne jó. A koncentrációból. Hát igen, az elég érzékenyek. Nem tudom, ilyen vizsgálatokat nem végeztem, hogy szóba jött a C13 adott esetben, hogy a szén környezetét nézzük, de mondjuk lehetett volna más elemekre is kihegyezni, XPS-t is, de van még technika, amit ki lehet próbálni. Hát illetve ott vannak azok a titrálásos módszerek is adott esetben, csak az a baj, hogy a nanocsövet nem lehet úgy kezelni, mint az aktív szenet. Ugye felület, van klasszikus felületanalitikai, ugye a BOEM titrálásra gondolok, vagy tehát, hogy azokat a funkciós csoportokat külön meghatározni. Látom, hogy több kérdés nincsen. Köszönjük szépen az előadást.